de egy kicsit olyan, mintha meghalt volna a nagymamája. Uh-huh. És ez azt hiszem nagyon jellemző egyébként, ahogy szerintem, vagy szerintünk a britek vélekedhetnek, uh-huh. vagy érezhetnek most. Neked mi az első emléked a királynőről? Nekem az első emlékeim az így nagyjából ugye 2000-es évek elejére nyúlnak. Azt hiszem a 2001-es szeptemberi terrortámadás, ami érte Amerikát utána, amikor a világ vezetői ugye részvétüket nyilvánították Amerikának, illetve ugye elfogadhatatlan cselekménynek nyilvánították ezt, akkor azok így az első emlékképeim róla, és onnantól tudatosult bennem, hogy ő a királynő. Az első emlékképem az valamikor a 80-as évekből származik, szerintem épp egy híradóban láttam, ilyen 5-6-7-8 évesen, és az a kép maradt meg bennem, illetve az a kép alakult ki bennem azóta és az elmúlt évtizedekben, hogy ő mindig van, hogy ő mindig létezik, hogy ő mindig ott van, és hiába buknak politikusok, jönnek kormányok, lesznek forradalmak, nem tudom, elolvad a Gletscher az Antarktiszon, vagy lehet, hogy ez nem ott van, de hogy érted, hogy ő a királynő az van ugyanúgy, mint ahogy felkel a nap és lenyugszik a nap, ő a világ konstans része. És ebből a szempontból nekem nagyon furcsa volt, egy nagyon furcsa érzés, hogy ő most már nincs, úgymond ezzel a világon. De minden esetre a mai műsorban azért megpróbáljuk bemutatni őt. Nem nagy értékelésre számítsanak a nézők, hanem inkább különböző életképeket fogunk felvillantani a királynő életéből. Neked mit jelentett a királynő? Hát, amit te is mondtál, ez a folytonosság, hogy ő úgy van. Mert ugye, amióta így az eszemmel tudom, és amióta így felfogottam, hogy van, Angliának királynője van, és hogy ő mióta van, ugye az egész életem során ő volt a királynő. Tehát, hogy még mindenhol, ugye Amerikában is váltakoztak az elnökök, itthon is a miniszterelnökök, illetve hát ott Angliában is egy csomó miniszterelnök cserélődött, addig folyamatosan ő volt a királynő. Uh-huh. Tehát igazából talán ez az állandóságja, hogy változnak a dolgok, ahogy te is mondtad, de hogy a királynő az a királynő. Második Erzsébet. Igazából nem csak nekünk volt ez egy ilyen állandó személy, aki mindig ott van, uh-huh. függetlenül attól, hogy változik a világ, hanem hogy a szüleinknek is szinte, hiszen 52-ben került ugye trónra, uh-huh. és ugye körülbelül akkor születtek, vagy akkor voltak nagyon fiatalok a szüleink, tehát egy teljesen másik generációnak is egy teljesen állandó, és úgymond megkerülhetetlen szereplője volt a világnak. De 70 év alatt csak gondolj bele, hogy mennyi minden változott a világban. Ja. Gondold el, hogy mennyire megváltozott a világ politikailag, mennyire megváltozott a világ technikailag, hol volt még internet 50-es ja. években, vagy egyáltalán hol volt még a mai tömegmédia az 50-es években, ja. mennyire megváltozott a világ minden szempontból. Amit mi a tévében láthattunk a királyi családról, vagy akár a királynőről, az szerinted egy szappanopera, vagy egy valódi történet? Mármint, hogy a megjelenések, vagy ahogy... Hát, hogy egyáltalán, amit mi megtudtunk arról, hogy ki ez a második Erzsébet, mi az, ami történik vele, mi az, ami történik a családdal, hogy ez mennyire valós, és mennyire csak egy ilyen kicsit ilyen a közönségnek szánt, emésztett valóság. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát nagyon okosan kérdeztem, de érted, hogy mire gondolok. Biztos, hogy egy képet szerettek ugye volna magukról mutatni, illetve hogy ez a koronának a... megtestesítője, szimbóluma. Pontosan, hogy ők ugye a minta. Igen. Ahogy elvárják, hogy a angol állampolgárok, brit állampolgárok is viselkedjenek. Nem csak a nemzet egységét testesíti meg, hanem egyáltalán példát is mutat. Úgy, köszönöm. Ez a helyes megfogalmazás. Igen, az, hogy most ez mennyire valós,
vagy mennyire egy előírt normák szerint megalkotott kép, az már, az, abban nincs belelátásom, inkább az utóbbira tippelek. Valamilyen példamutató szerepe volt a királynak, vagy a királynőnek, illetve a királyi családnak. Az az érdekes, hogy ezzel együtt a királyi családot hatalmas botrányok rázták meg, ugye most nem, ugye igen. Egy csomó ilyen ügyet említhetnénk, ugye a Diana ügyről kezdve, vagy az András igen. herceg ügyeiről nem is beszélve, stb. Most részleteiben nem megyek bele. De hogy ez egyébként szerinted mit üzenhet a normál emberek számára? Azért ők is normális emberek, igen. Csak hát emellett ők a királyi család, nem mutathatják ki a gyengeségeket. De azt megpróbálják ugye a lehető legjobb módon kezelni, hát aztán ahogy sikerül. Igen, mert nekem ebből az jött le, ebből az egész botrányokból, történetből, hogy ez igazából a mindennapi életet tükrözi vissza, igen. Hogy a normál emberek élete is valami, ha nem is esetleg ennyire durva botrányok, de ugyanilyen botlások, ugyanilyen hiányosságok, ugyanilyen esendőség van minden ember életében, bár most nagyon elmegyünk a filozófikus irányba, de hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog volt. Neked egyáltalán második Erzsébetről milyen képed alakult ki? Hát ugye lévén, hogy magyar vagyok, nem Angliában élek, így nekem ugye csak az abból tudok táplálkozni, amit így a médián keresztül kaptam. Ott mindig ez a magabiztosság, a mosolygós, a kedves, de mégis egy pici távolságtartó királynő képe alakult ki bennem. Ez a kép, ez valójában mennyire volt ilyen, vagy mennyire kényszerítették bele ebbe a szerepbe, bár ugye ez az, amit nem tudunk meg, bár feltételezzük, hogy ezért egy életen keresztül egy szerepet játszani, ez elég nehéz lehet, tehát feltételezzük, hogy neki a természete is valamilyen hasonló volt, mint ami ugye megjelent a médiában. Illetve ami nekem még feltűnt, hogy ugye ő soha nem tett ilyen, mondjuk a pozíciájából adódóan sem nagyon tehetett, de soha nem kritizált nagyon erősen, soha nem tett nagyon bombasztikus politikai kijelentéseket, hanem, sőt, meg ilyen finom politikai utalásokat sem nagyon tett, hanem ilyen igazából megmaradt ebbe a, hát most ezt nem sértőleg mondom, de ebbe a nemzet nagymamája szerepben, nem? Uh-huh. Tehát, hogy az aranyos, az a egyébként fiatal nőként szép nő, utána ugye ahogy korosodott, átvette egyre inkább ezt a nagymama szerepet. Igen, de szerintem ez azzal is összefüggésbe lehet, ugye, hogy így a modern időkben egyre kevésbé volt jelentősége a királynak, királynőnek, hogy inkább átvette Angliában is a kormányzás szerepét a miniszterelnök. Tehát szerintem ez ennek is betudható. Igen, hogy az okosságokat is mondjuk, azért azt hozzátesszük, hogy természetesen tudjuk, hogy az Egyesült Királyság az egy parlamentáris monarchia, ezt megtanultuk az iskolában, és amúgy is tudjuk, és amiben ugye a királynő szerepe ugye reprezentatív nagy részt, ugye bár ugye tegyük hozzá, hogy megint egy hasznos információval szolgáljunk, hogy elvileg van lehetőség arra, sőt a gyakorlatban is, hogy úgymond a politikai elit úgymond konzultáljon a királynővel a fontos kérdésekben, sőt ugye személyes meghallgatások is részt vehetnek úgymond a vezető politikusok, és ugye a királynő ilyenkor elmondhatja a tanácsait, vagy elmondhatja esetleg az aktuális politikai, nagyobb fajsúlyú kérdésekben, ugye, hogy látja a helyzetet, de egy érdekes történeti kutatás lenne, hogy ilyen tekintetben második Erzsébet mondjuk mennyire élt ezzel a lehetőséggel, mennyire adott tanácsokat adott kormányfőknek, miniszterelnököknek, ugye, de azt azért a politikai szerepe sem engedte, ezt most csak azért mondtuk, hogy akik politikai érdekességre vágynak, azoknak az igényeit is kielégítsük. Egyébként, ami még érdekes, hogy pont most olvastam, azt hiszem a Spiegelen, hogy megkérdeztek most egy ottani taxisofőrt, hogy mégis egy londoni taxisofőrt, hogy neki milyen gondolatai vannak most, hogy meghalt a királynő, és azt mondta, hogy ez egy kicsit olyan, mintha meghalt volna a nagymamája. Uh-huh. És ez azt hiszem nagyon jellemző egyébként, ahogy szerintem
hogy szerintünk a britek vélekedhetnek, vagy érezhetnek most. Nekünk ugye ez furcsa, mert nekünk nincs királynőnk. Igen. És valószínűleg nem is lesz. Bárki tudja. Ezt akartam mondani, várjuk ki a végét, de igen. Várjuk ki a végét, de valószínűleg nem is lesz. Igen. És ezért mi ezt kevésbé tudjuk elképzelni. De egyébként ami így eszembe jutott, hogy mi az oka annak szerinted, hogy most minden erről szól. Tehát oké, hogy a britek, meg a úgymond a nemzetközösség tagjai, ugye, az a 14 ország, ha jól tudom, vagy 15 országot most gyászol, de hogy igazából ezzel vannak tele a hírek, szerintem, nem tudom, Kambodzsától Argentináig. Hogy ennek szerinted mi az oka, hogy ennek ekkora jelentősége van? Talán ez abból is következhet, hogy ugye 75 évig uralkodott. 70. 70? 70 évig. 70 évig. Nem baj. 70 évig. Csak hogy nehogy félrevezessük. Pontosan. 70 évig uralkodott II. Erzsébet. Csomó változást megért, és mégis egy nagy nemzetnek a vezetője volt. Úgyhogy szerintem igazából ez, hogy az egész világon ismerték őt, mert még Amerikában is ez alatt Amerika is egy jó pár elnököt elfogyasztott, nagy világvezetők jöttek, mentek, ő mindig egy konstans volt. Ez mindig az, csak hogy valahogy ez nekem ennek az egyik oka szerintem az is, hogy még mindig van ez az angol száz dominancia. Azt tudjuk ugye, hogy ezt is elmondjuk, hogy történelmi tényeket is hozzáteszünk, ugye a királynő uralma alatt ugye befejeződött a brit birodalomnak a széthullása, ugye átalakult nemzetközösség, stb. Függetlenedtek államok, de hogy ennek ellenére valahogy nekem az az érzésem, hogy a brit dominancia az megmaradt még mindig, az angol száz dominancia, ami történik Nagy-Britanniában, vagy ugye a tengeren túlon, az még mindig hatalmas, annak hatalmas visszhangja van szerte a világon, és sokkal jobban figyelnek rá mindenhol, mint hogy mi történik Japánban. Egy ilyen angol száz központú világban élünk. Hát igen, azért egy ilyen több száz éves birodalomnak valószínűleg nagyobb nyomot hagy maga után, mint mondjuk egy Japán, aki nem terjeszkedett a világban. Legalábbis igen, nem úgy. Nem olyan szinten. Nem olyan az új király III. Károly lett. Mi jut eszedbe róla? Hát, Károlyról nekem az örök várományos, aki ki 73 éves. Ki lett jelölve, hogy ő lesz a trónörökös, és hát csak vár. Úgyhogy nem tudom mennyire különleges, hogy egy 73 éves királya van Angliának, úgyhogy nekem ez a folyamatosan ez a izé maradt meg bennem, hogy ő az örök trónvárományos, mert hogy édesanyja hosszú életű. Mi eszembe jut róla egy elsőre, bár ez a bulvár része, az ugye a Diana. Igen, a Diana, de azt hiszem, Camilla. Hogy ez minden, mondjuk az emberek 80%-ának, hogy ez jut róla eszébe, de hogy megint egy kicsit így a történelmi távlatokba is helyezzük a dolgot, részben személyes távlatokba, és Károlynak az életútja ilyen szempontból ellentmond kicsit a édesanyja életútjának, aki ugye kitartott egész életében, 70 évig ugye Fülöp herceg mellett. Ezzel szemben ugye Károlynak voltak azért botrányai a 90-es években, ugye Diana, stb. Ami ugye egy emberi dolog, de hogy mégis ilyen szempontból kicsit mást képvisel, mint amit az édesanyja képvisel. Bár ugye tegyük hozzá azt is, hogy a királynő 4 gyereke közül ugye 3 elvált. Tehát ugye igazából ugye azt nem tudta. Ugye a többség azt nem tudta úgymond végigvinni azt, amit az édesanyja végigvitt. Azt is olvastam róla, és ez egy tök érdekes dolog, hogy valójában Fülöp herceg volt az egyetlen olyan ember, állították belső források, aki valójában úgy kezelte Erzsébetet, mint egy normális embert. Uh-huh. Ami egyébként tök érdekes, ugye, mert ugye ő mindenkinek a királynő volt, még egyébként talán a családja szűk tagjainak is,
mondjuk leszámítva talán a gyerekeit, de hogy alapvetően mindenki úgy viszonyult hozzá, mint a királynőhöz, viszont a férje úgy viszonyult hozzá, mint a feleségéhez, mint egy normál emberhez. Fülöp hercegről meg annyit kell elmondanunk, hogy ő 99 évesen hunyt el tavaly áprilisban. Hát mostantól egy másik Erzsébet nélküli világ. Biztos, hogy fura lesz. Mondom ezt innen Európa közepéről, Magyarországról, aki egy percet nem élt Angliába, hogy fura lesz. Az angoloknak még furább lesz valószínűleg. De minden megy tovább. Annyira nyilván nem tudjuk átérezni, mint mondjuk az angolok. Igen. A britek. Igen. És most a skótok, stb. Stb. Bár egyébként feltételezem, ott sem mindenki ugyanúgy viszonyul ehhez, tehát vannak a monarchisták, és vannak, akiknek már elők fel az egészből, de azért szerintem mondjuk a második Erzsébetet azt nagyjából mindenki tisztelte, és, igen, és mindenki azért normálisan viszonyult hozzá. És ami még eszembe jutott, hogy vajon ki lesz a világon, világpolitikában, vagy úgymond a közéletben a következő olyan szereplő, vagy van-e már olyan szereplő, vagy a láthatáron egy olyan személy, aki hasonló posztot, vagy hasonló rangra emelkedhet, úgymond így globálisan. Talán ugye a Vilmos herceg az így most a királyi családon belül, akit nagyon szeret a médiából, amennyit magamba szívtam, akit nagyon szeretnek az angolok, meg ugye a Katalin. De hát ez még túl korai az, hogy ez most lesz-e akkora hatásuk, meg akkora tekintélyük, akkora szeretet, ami övezi őket, mint második Erzsébet. De így nem tudok, nem hiszem. Értem. Lehet, hogy szerintem ezzel második Erzsébettel lezárult egy olyan korszak a világnak, ami többet nem lesz. Igen. Nem tudom. Azt hiszem, ez nagyon jó végszó, egyébként én is körülbelül hasonlóan gondolom. Úgyhogy hát második Erzsébetről ennyit tudtunk most elmondani, vagy ennyit tudtunk felvillantani, természetesen még nagyon sokat lehetne róla beszélni, de most ennyi fért bele a mai hét videójába, és jövő héten is tartsanak velünk. Ez volt a hét videója. Köszönjük figyelmét, feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a Privátbankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.